Közben elkészült a mindenféle ilyen mexikói és paradicsomos finomságokkal, azon mosolyogtunk az előbb Andival már, hogy a múlt héten ben volt egy fiatal csapat, a Jetlag, és hogy a Száj velem című számodat, vagy számotokat feldolgozták, és hogy ennyire népszerűek vagytok még most is a fiatalok körében, mert... És hogy mesélj arról, hogy te mit csinálsz, tehát hogy most akkor mi van 2018, milyen zenei sikereket fog hozni. Nagyon kedvesek vagytok az érdeklődést. Egyébként a Jetlagnak úgy csak, hogy nem a dalt dolgozták fel, mert az javukra mondom. Ja, hanem a refrén. Hogy a refrénre építették, azt nagyon kedvesen, tehát a dal azért az a saját szerzemény is. Igen, mert igen. Akkor még ráadásul ismerem is őket, már régebb volt, ami már felnyitunk. Ja, mondták, hogy igen, és mondták, még leszek is majd, meg is beszéltük, hogy majd egyik. Igen, nagyon várják, hogy menjél hozzá. Én nagyon szeretek fiatalokkal. Tehát, hogy te olyan energikus vagy, tehát, hogy hihetetlen. Hát egyébként a zenének ez a lényege, hogy pont azért érdemes csinálni, mert az embert ezt sportszerűen tartja. És tényleg visszatérve a kérdésedre, a Napóleon Bulvárral megújulva, Lilla és Napóleon Bulvárként koncertezünk 2010 óta, akkor voltunk 30 évesek, vagy 25-ek, most nemrég volt, ugye egy éve volt egy gyönyörű koncertünk a cirkuszban, a vízi cirkusszal, abban jubiláltunk, és azóta is örömmel játszunk. Tehát én most megyek egy gyönyörű országba két hónapra, és visszajövök feltöltve meglepetésekkel, és akkor folytatjuk a koncertezést. Jó, hát nagyon szépen köszönjük meg ezt a sok finomságot, amit így összedobtál nekünk, van ebbe bab, kukorica. Közben jelzem, hogy nagyon finom. Igen, kukorica, nem. Leves meg tudtuk kosni, ezt most nem tudjuk megkóstolni. De megfogjuk. Ez különböző változatos, ez például megsütött, még pluszba rásütöttünk, ezt ja, lehet, azt azért mutatjuk így, hogy ezt lehet különbözőképpen tálalni. Uh-huh. És de belül ugyanaz, mint? Belül ugyanaz, még le lehet pluszba önteni sajttal, tejfölös fokhagymás szósszal, és hozzá lehet még enni, ha nem elég erős, de egyébként meg akár a leveshez is. Tehát... Jó, hát ettől biztos, hogy nő a toka.